Átmeneti szövetségre szólítják fel az ellenzéki pártokat közismert értelmiségiek, ennek érdekében nyílt levelet is írtak. Ebben arra szólítják fel őket, hogy a Fidesz leváltása érdekében fogjanak össze, azaz választókörzetenként a legesélyesebb ellenzéki jelöltet támogassák, és erre biztassák a szavazóikat is. Abban a reményben fordultunk az ellenzéki pártokhoz, hogy mára felismerték, külön-külön egyikük sem képes a mostani kormány eltávolítására. Hangolják össze a választási stratégiájukat. Közös feladatuk az alkotmányosság helyreállítása. Mindenkinek egységesen a legesélyesebb jelöltre kellene szavazni. De ténylegesen most kell elkezdeni, mert az idő halad. Közismert értelmiségiek írtak nyílt levelet az ellenzéki pártoknak. Ebben felszólítják őket, hogy a Fidesz leváltása érdekében fogjanak össze. Azaz választókörzetenként a legesélyesebb ellenzéki jelöltet támogassák, és erre biztassák a szavazóikat is. A levelet 26-an írták alá, olyanok is, akik más kérdésekben szinte teljesen máshogy gondolkoznak. Lányi András szerint ez volt a cél, hiszen ezzel is azt mutatják, hogy egy széles körű civil réteg szeretne már kormányváltást. Egy valóban széles ellenzéki összefogás lehetősége jött létre, hiszen a civil társadalom szinte egységesen, vagy ennek egy nagy része szinte egységesen a mostani kormány távozását kívánja. A levélben úgy fogalmaznak, hogy 30 évvel a pártállam lebontása után egy új pártállam kiépülésének vagyunk tanúi. Külön-külön pedig egyik párt sem képes a mostani kormány eltávolítására. Nem az a kérdés számomra, hogy az MSZP-nek vagy a DK-nak lesz nagyobb frakciója a parlamentben, hanem hogy sikerül-e megakadályozni a kétharmadot. Arról viszont már megosztanak a vélemények, hogy a levélben az ellenzéki pártok közé értik-e a Jobbikot. Majtényi László például nem. Én a magam részéről az együttműködést az alkotmányhű ellenzéki pártok részéről tartom kötelezettségnek. Heller Ágnes szerint viszont arra kell szavazni egy választókörzetben, aki megverheti a Fideszt. Így ha van egy esélyes MSZP-s jelölt, akkor ő azt mondja, a jobbikosoknak is rá kell szavazniuk. És akit van egy olyan jobbikos jelölt, aki sose volt rasszista, akkor igenis a többi ellenzéki pártnak is őt kell támogatnia, ha egyedül neki van arra sansza, hogy megverje a Fidesz jelöltjét. Ezt Jeszenszky Géza is elképzelhetőnek tartja. Szerinte a körzetekben az embereket kell mérlegre tenni, nem a pártokat. A nyílt levelet pedig szerinte még sokan aláírták volna. Azt hiszem, ez kicsit elsietve hozták nyilvánosságra, mert sokkal, de sokkal több rangos ember ért egyet, azt hiszem, ezzel a javaslattal, ezzel a felhívással. A kezdeményezők szerint ma az a helyzet, hogy ha az ellenzéki szavazatok megoszlanak, akkor minden egyéni körzetben a Fidesz nyer. Ha viszont összeadódnak, akkor nyerhet az ellenzék. Ehhez pedig most kell megtenni az első lépést.